Kornis Péter a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth díjas, Pulitzer emlékdíjas és Prima Primissima díjas magyar fotográfus, fotóriporter. Munkásságának jelentős részét az eltűnőben lévő erdélyi és magyarországi paraszti életmód dokumentarista ábrázolása jellemzi. Több évtizedig a Nőklapja fotóriportere és képszerkesztője volt, de a Geo vagy a National Geographic magazinban is jelentek meg fotói. Nemzetközi szinten is elismert fotográfus, világszerte több mint 40 egyéni kiállítását tekinthette meg a nagy érdemű. Az, amit én csinálok, ami a kiállításomon megjelenik, az igazából az életem nagy szenvedélye, de a megélhetésem az a fotográfiából volt mindig. Hát hivatásos fotográfus voltam, fotoriporter, és nagyon korán elindultam a néptáncban. Nem ott kezdtem, én a Balettintézetben kezdtem fotografálni táncot, majd a Pécsi Balettnek voltam a fotográfusa, akkor látta a képeimet a Tata egy újságban, a Muzsika című labban. Én akkor a fényszövnél voltam, elment a Tata fényszövbe, bekopogtatott, és mondta, hogy keres engem, mire mondták, hogy hát én most éppen katonai szolgálatomat töltöm. De miért keres engem? És mondta a Tata, hogy hát van nekem egy együttesem, a Bihari Együttes, és azt szeretném, ha ő fényképezne. Mire azt mondták, hát a Kornis az még nem fénykép, a Kornis az segédmunkás itt. Úgyhogy adunk mi magának egy igazi fényképész, mire mondta a Tata, hát köszönöm szépen, tudják mit, én inkább megvárom. Na most ilyeneken dől el az ember élete. Akkor én a néptáncról még semmit nem tudtam, de engem úgy szép lassan beavatott a Bihari Együttesbe, ahol nem csak a fényképezését tanultam meg a néptáncnak, hanem azt is, ami mögötte volt. És ugyanakkor nem tudtam arról, hogy ahol én éltem, Kolozsvárt, attól 60 kilométerre még létezik az a kultúra, méghozzá nagyon elevenen, amit a Tata itt Pesten színpadra varázsolt. Aztán 1967-ben gondolt egyet, és azt mondta, hogy tudod mit, mi nem megyünk haza együtt. Elviszlek téged egy olyan helyre, hogy elképzelni se tudod, hogy létezik. Na hát ez az olyan hely volt, Szék, ahova megérkeztünk egy szombat este, amikor éppen táncház volt. Na most, hát ez volt az első benyomás, ami tényleg az embert úgy fejbe vágt. Tehát úgy fejbe vágott, hogy hát aludni nem tudtam utána. Visszarepültem egy olyan 100-150 évet a múltba. Az volt bennem az első gondolat, ezt le kell fényképezni. Le kell fényképezni két okból. Az egyik az, hogy hát erről nem tudnak Pesten semmi, én se tudtam. Aki pedig onnan jöttem, Erdélyből. A másik ok, hogy ez el fog tűnni. És úgy éreztem, hogy a fényképezőgép erre való. A Nőklapjának nagyon fontos szerepe volt az életemben. 30 évet töltöttem ott, ez nagyon sok. Volt egy olyan főszerkesztő, belülünk is kipréselte azt a szellemi odaadást és azt a szellemi munkát, ami nem csak abból állt, hogy akkor elmentünk egy újságíróval és csináltuk a képeket a cikkhez, hanem nekünk is minden héten kellett hozni egy önálló ötletet. Na most ez nagyon sokat jelentett, tehát ez azt a fajta igényt, amit később nagyon tudtam kamatoztatni, különösen amikor én nagy ilyen nyugati lapoknak dolgoztam, ahol egy sokkal önállóbb tevékenységet vártak el. Úgyhogy a Nőklapjának én nagyon sokat köszönhetek. 80. születésnapomra egyszer volt a Nemzeti Galériában egy nagyobb átfogó kiállítás, és majdnem egy időben ezzel a Várfog Galériában. Mindig úgy érzem azt, hogy én azért a monarchia területén vagyok otthon. Tűnik, ezekben az országokban nem kell nekem olyan sokat magyarázni. Itt értik. Ezekben az országban nagyon rokon volt a múltjuk, a történelmük, a megpróbáltatásaik, az a sok keserves tapasztalat, amit keresztül mentek az elmúlt pár évszázadban. Most, ha mondjuk Angliában, mikor megjelentek a képeim, hát ott mindent el kell magyarázni, hogy mi van mögötte. A Rómában is egy kicsit átfogó kiállítást hoztunk létre.
ott az utolsó fejezete a római kiállításnak úgy szólt, hogy vendégmunkás asszonyok Budapesten. Hiszen ott nem azt mondom, hogy széki, mert az nem jelent semmit, de azt mondom, hogy Erdély, igen, Budapesten, a magyar fővárosban. És ezek tényleg vendégmunkások a szónak ebben a szociológiai pontos értelmében. Na most erre rögtön reagáltak az olaszok, és azt mondták, hogy ezt értjük, igen, nálunk is van ilyen. Két egyetemen tanítok, a filmművészetén és a Metropolitanen, és nagyon szeretek tanítani. Az elsőrendű célom nem az, hogy fotográfiát tanítsak, hanem az, hogy látni tanítsak. A látás, az érzékelés, az egyfajta gondolkodásmódot hoz elő, és a fotográfia az egy gondolkodásmód. Na most, ha ebben én tudok segíteni, ha ebben át tudok adni valamit a tanítványaimnak, akkor én már jól is érzem magam ettől. A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.